Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. A Miért nem tudsz lefogyni videósorozatom újabb részével jelentkezem. Egy picit nagyobb szünetet tartottam most előtte, ennek több oka is van, de az első és legfontosabb, hogy én úgy gondolom, hogy most az egyik legsúlyosabb témával érkeztem, és át akartam gondolni, hogy mit is mondok ezzel kapcsolatban. De valahogy sose találom azt az időpontot, amikor na jó, most tényleg aztán odarakom magam és elmondom. Úgyhogy megpróbálom. A mai témánk kifogások lesz egyébként. Szerintem, aki magába néz és a szívére teszi a kezét, az pontosan tudja jól, hogyha rá vonatkozik ez a dolog. Sokszor van az, hogy az emberek, hogy is mondjam, hogyha szóba kerül ez a téma, hogy életmódváltás, fogyás, tudják jól, hogyha túlsúlyosak, tudják jól, hogyha le kéne adniuk. Persze nem arról van szó, hogyha valaki egyszerűen tényleg nem akarja, hanem azokról az emberekről beszélek most, akik rosszul érzik magukat, hogy el vannak hízva. Nem azok, akik tényleg nem érdekel, hanem vannak azok az emberek, akik rosszul érzik magukat, viszont nem állnak készen arra, hogy változtassanak. Ennek több oka is lehet. Az első és legfontosabb, hogy a kis kialakult, megszokott életüket, életvitelüket kellene átalakítani nyilván teljesen, és szerintem nem érzik magukban azt az egy bizonyos pontot, amikor így beindul az egész gépezet, és akkor na most csináljuk, nyomjuk. És ez a típus, ez folyamatosan, egyébként kérdezés nélkül, mert tényleg a legtöbb ember kérdezés nélkül elkezdi mondani, hogy ő miért nem tud lefogyni, hogy ő nem hajlandó a kenyeret abba hagyni, hogy ő, mit tudom én, ő nagyon szeret este bezabálni, meg ha már elmegy valahova, akkor nehogy már ne ehessen ezt meg azt, és a kedvencem, ez a valamiben meg kell halni. De tudjátok mit? Azt vettem észre, hogy ha valaki beteg lesz, táplálkozásra visszavezethető betegségekről beszélek, elsősorban tagad, a másik meg az, hogy akkor aztán megijed. De tényleg megijed, mert ez a valamiben meg kell halni, ez marha jól hangzik, de amikor tényleg ott vannak, hogy hát kurva súlyos következményei vannak ennek a dolognak, cukorbetegség, láblevágás, megvakulás, mit tudom én, meddőség, akkor ez már nem olyan vicces, meg már nem gondolják annyira komolyan, úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni. Egy marha jó példát hoztam nektek egyébként a kifogások keresésére. Például, hogyha azt vesszük, hogy mit tudom én, van egy vázánk. A vázát lelöktük, eltörött. És akkor te kifogásokat keresel, vagy megmagyarázás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy mert mit tudom én, meglökött a julcsa, és akkor ezért eltört. De az a váza el van törve, öcsém. Tehát te attól még meg vagy hízva, hogy te kifogásokat keresel, és nem fogsz lefogyni, de attól te még nem mentesülsz a munkától, mert te mentegeted magad, hogy te miért nem tudsz lefogyni, attól te még kövér vagy. És tényleg nem fogsz tudni lefogyni. Mindig meg kell találni azt az utat, azt a verziót, ami neked működőképes. Hogyha, mit tudom én, neked az, ami működőképes, hogy te ugyanúgy zabálsz, ahogy szoktál, de mondjuk azt mondod, hogy 10-15 ezer lépést megteszel egy nap, mert neked az belefér, biztos, hogy fogyni fogsz. Ez 100%. Főleg, hogyha előtte mondjuk napi 2000 lépésed volt. Vagy, mondok még egy példát, hogyha neked az belefér, hogy minden, amihez eddig kenyeret ettél, átcseréled mondjuk puffasztott rizsre, már attól is fogyni fogsz. Tehát mindig apró változtatásokba gondoljunk elsősorban, és ne a kifogást keressük, mert oké, elmondhatod te a kifogást, de attól te még kövér vagy, és nem fogsz lefogyni. És ez nem piszkálódás, segíteni szeretnék. Üljél le és gondold végig, hogy te most le akarsz fogyni, vagy nem. Mert aki a kifogásokat keresi, az szeretne sovány lenni, de nem akar lefogyni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy te most, ha le akarsz fogyni, mi az, amit bele tudsz tenni? Mert nem kell egyből mindent megváltoztatni, és nem kúrába kell gondolkodni. Tehát nem egy hónapba, két hónapba, három hónapba, hanem folyamatos változtatásokba, és mindig csak egy picit, mindig csak annyit, amennyi neked belefér az életedbe. Teljesen mindegy, hogy kinek mi az, csak most mondtam két példát.
Nem akarom tovább szaporítani a szót, szerintem elmondtam mindent ezzel a témával kapcsolatban. Nem is akartam annyira túlhúzni, viszont szerintem ez az egyik legnagyobb probléma, hogyha valaki nem tud lefogyni, hogy először folyamatosan mentegeti magát, hogy ő miért nem tud lefogyni. És hogyha ezt a részt megugorjátok, akkor menni fog. Ez garantálom biztos. Az nem jelenti azt, hogy néha nincsenek botlások, nincsenek megtorpanások. De ez ugyanúgy visszavezethető bármire, tehát akár egy, mit tudom én, ha mondjuk nyelvet tanulsz, és mondjuk nincs kedved egy hétig elővenni az idegen szavakat. De most tök mindegy, hogy milyen példát hozok. Ez minden, az élet minden területére igaz. Ha te beleteszed, akkor te fejlődsz. Ha nem teszed bele, megáll, de az nem jelenti azt, hogy abba kell hagyni. Nem kell abba hagyni. Adj magadnak egy pici szünetet, és utána folytasd. És akkor nem lesz baj. Remélem segítettem ezzel a videóval, remélem egy picit beindítottam itt a agytekervényeket. Örülnék neki, hogyha kommentelnétek, hogy segített, nem segített, és hogyha még valami téma eszetekbe jut ezzel a fogyással kapcsolatban, ami ilyen mentális eredetű, mert én aztán tényleg már mindenfélét felsoroltam itt a csatornámon, annyiféle étrend meg recept van, hogy tényleg a tárház az szerintem kimeríthetetlen, és ezzel a mentális részével meg még igenis szeretnék foglalkozni, nekem van nagyon sok ötletem, de a tieiteket is várom. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok nektek, sziasztok!